Richard vagyok, Szuhafőn vagyunk, egy családi gazdálkodás tehenészeti telepén. Családunk Jersey fajtát tenyészt. Jersey fajta mellett azért döntöttünk, mert tejtermékfeldolgozást is végez a gazdaságunk, és extra minőségű terméket szerettünk volna előállítani. Így adta magát a Jersey fajta a beltartalom miatt, illetve a tejminőség miatt. Jersey fajta mellett igazából azok az érvek is szólnak, hogy kevesebb egészségügyi problémával szenvednek, illetve jó tömegtakarmány mellett biztosítható az, hogy kevesebb abrok felhasználással tudunk viszonylag kevesebb tejet, de azt nagyobb beltartalmi értékekkel előállítani. Itt jelen pillanatban ilyen 5,5% körüli a zsírtartalmunk, és mindez egy 3,9% fehérje, tejfehérje társul, illetve mind a szomatikus sejtszám, mind a csíraszám az egyedülálló szerintem, ilyen 50 000 szomatikus sejtszám és 10 000 alatti összcsíraszámmal fejünk most jelen pillanatban. Maga az istállók kialakításából is fakadhat, de főként a Jersey fajtának köszönhetően lábvég problémával egyáltalán nem szenvedünk, illetve amióta fejőrobottal fejünk, egyetlen egy tőgyulladásunk sem volt. Jelen pillanatban most egy viszonylag modern istállóban vagyunk tavaly óta. Fejés technológiában, mind istálló technológiában viszonylag modernnek mondható. Fejőrobot technológia mellett a trágyakezelésünk is egyedülállónak mondható. Rásodozós istállóban vagyunk, amit egy automata trágyatoló robot takarít. Ezek mellett az itatók kialakítása, maga az istálló klíma is annak érdekét szolgálja, hogy az állatjólétet minél jobban biztosítsuk. Automata függönyrendszer van beépítve az istállóban, ami hőmérsékletre, szélre, esőre reagálva működik. Ennek kiszolgálásaképpen még egy gerincbevilágítós tetőszellőzés van az istállóban kialakítva, ami biztosítja a ideális körülményeket. Tetőbevilágítót igazából két okból választottuk. Az egyik az, hogy természetes fényt miatt kevesebb energiafelhasználást tudunk biztosítani, illetve a polikarbonátnak van egy olyan előnye, hogy a felmelegített meleg levegő egy kicsit rásegít erre a kémény hatásra az istállóban, ezért is jobb a légcsere. Maga a termelő oldalon a pihenőboxok vízágyal vannak ellátva, illetve egy ilyen flexibilis box elválasztó van beépítve. Szerencsére azt mutatják az állatok, hogy ez tényleg kényelmes és jól használják. Ezen felül, mint az itatók kialakítása, mint az etetőasztalon viszonylag modern berendezések vannak. Az etetőasztalon úgynevezett pofa elválasztó van beépítve. Ez a legkényelmesebb módja, úgy gondolom, hogy az állatokat takarmányt fel tudják venni az etetőasztalról. Vakarókefe is szolgálja az állatok jólétét. Mindent meg kell tenni azért, hogy az állatok jól érezzék magukat, hogy kiszolgáljuk őket, hisz így hálálják meg, mind tejtermelésben, mind egészség oldalon is sokkal kevesebb betegséggel kell így szembenézzünk. Két 2016-ban vettünk először 5 darab Jersey vemhes üszőt Túrkevei telepről, és azóta a saját szaporulatával, illetve tavaly hozzávásárolt 45 darab Dániából behozott vemhes üszővel bővült az állomány. Ezek már mindegyike leellett idénre. Mindenki honosítva lett, illetve genomteszteltük az összes állatot. Maga az A2-es típusú tej, illetve a kapokazein miatt, illetve egyéb hozadéka az, hogy az állatok teljesítmény vizsgálatánál is tudjuk használni a kapott eredményeket.
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy a falu körülvevő földek saját tulajdonban vannak, közel 700 hektár földterülettel rendelkezünk. Ezen a földterületen állítjuk elő 100%-ban a tömegtakarmányt az állatoknak. Törekszünk minél kevesebb erjesztett takarmány etetésén, így a takarmány fő alapja az répiszén a készítés. Minimális fűszenást és egyéb szenázsokat készítünk a területeken. Az abrak az jelen pillanatban 100%-ban vásárolt, de hosszú távon a cél az, hogy saját magunknak megtermeljük az abrak egy nagy részét is. Körülbelül már 4 éve azon dolgozunk, hogy az állomány genetikailag egy úgynevezett A2 típusú bétakazein termelő állomány legyen. Jelen pillanatban a tehenek több mint 50%-a már A2-es. A fejőrobotnak köszönhetően ez két külön tartályban tudjuk fejni ezeket az állatokat, és a robot tudja eldönteni, hogy ez a tehén ez genetikailag A2-es tejet termel, vagy nem, és saját magunk csak az A2-es tejet dolgozunk fel az üzemünkben. Ezek mellett a fejt A1-es tejet viszont most jelen pillanatban eladjuk az iparnak. Igazából jelen pillanatban is vannak kutatások, hogy az A2-es tej az igazából mit is tud valójában. Jelen pillanatban azt tudjuk mondani, hogy A2-es bétakazeint termelnek ezek az állatok, és ez miatt előfordulhat, hogy esetleg a bélben emésztési zavarokat előidéző tejtermékek bizonyos embereknél, ez nem fordul elő. A2-es tejet fogyasztva, vagy A2-es tejből készült tejtermékeket fogyasztva. Az A2-es genotípus mellett figyelünk a kapakazeinre is, törekszünk itt is BB típusú állatokat tenyészteni, illetve megtartani. Sajtkészítésnél jelent számunkra előnyt, hogy kevesebb tej szükséges mondjuk egy adott mennyiség előállításához. A tejfeldolgozó is tavaly készült el. Itt most főként joghurtot, ízesített joghurtokat, gomolyos sajtokat, vajat, tejföld, tejet, túrót, igazából mindent elő tudunk állítani. Itt is törekszünk a hagyományos elkészítési módhoz, egy viszonylag enyhe pasztőrözést használunk, és ott is modern gépekkel tudjuk viszonylag finoman és jól elkészíteni a tejtermékeket. A réteges joghurt nem csak A2-es, hanem laktózbontó enzimet is adunk hozzá, így tényleg próbáljuk azokat az embereket segíteni ezzel, akik valamilyen érzékenységgel élnek, azok is nyugodtan megpróbálhatják fogyasztani, és úgy gondolom, hogy ez lesz egy viszonylag erős termékünk a közeljövőben. Itt az országban A2-es tej nem nagy százalékban van, tudtommal nem készítenek még belőle terméket máshol. Az istálló egyik oldala már majdnem maximumon működik, a bal oldal az elő van készítve, jelen pillanatban 60 tehenet fejünk, ehhez körülbelül ugyanennyi növendék, egy kicsivel több 120 állatunk van összesen, és a hosszú távú cél az körülbelül 120 darab állatnak a fej és a fejrobottal, és körülbelül a növendékeket vemhesűszőkorig szeretnénk fölnevelni és ott értékesíteni. Ezek a nagy beruházások igazából azt a célt szolgálják, hogy Magyarországon hosszú távon egy magas minőségű Jersey állományt hozzunk létre. Szeretnék olyan törzs tenyészetet létrehozni, ami az országban egyedülálló, és akár bikákat értékesíteni, illetve magas minőségű Jersey vemhesű szőket előállítani. Thank you.